furcsa, kellemetlen, karcos hang hasított a levegőbe. Dani összerezzent. Noha egyáltalán nem akaródzott neki, lassan mégis kinyitotta a szemét. Körülnézett, majd nagyot sóhajtott, aztán újra becsukta. Hát persze. A kórház. Itt vagyok a kórteremben, a gyerekosztályon. Emlékezett vissza, még mindig lehúny szemmel. Melege volt és kiszáradt a szája. Mostanában mindig szomjas vagyok. Biztos ez is a betegség miatt van, elmélkedett. Újra kinyitotta a szemét, ezúttal határozottan. Ott ültek mindannyian. Anna, a mamája, Tomi, a papája és nővére Zsófi, aki láthatóan unatkozott. Na, hogy ő szólalt meg először. Na végre, Dani, itt volt az ideje, hogy felébredj, már halálra untam magam. Vágta az öccse fejéhez, de a szemében bujkáló huncut mosoly elárulta, hogy egyáltalán nem haragszik. Zsófi kicsit több mint 3 évvel volt idősebb Daninál, de úgy érezte, a korkülönbség miatt néha úgy beszélhet a kisfiúval, mint a legalábbis ő lenne az anyukája. Pedig Dani sem volt már éppen az a pelenkás gyerek. Ősszel 8 éves lesz, de már most nyáron is 7 és 3/4. Mi volt ez a hang? Kérdezte rekedten, Annára nézve, aki meg könnyebbülten elmosolyodott. Csak egy teherautó dudált lent az utcán. Örülök, hogy felébredtél, kicsim. Kérsz egy pohár vizet? Dani hálásan nézett a mamájára és bólintott. Kimerültnek érezte magát a vizsgálatok után. Nem akart a kórházban maradni. A gondolat, hogy itt ki kell hagynia a meccset a második B ellen, elszomorította. Pedig milyen jól ment neki a foci az utolsó torna órán. Igaz, az utóbbi időben hamarabb elfáradt, de azt a gólpasszt, amit Marcinak adott, még az örökké elégedetlen Sanyi bácsi is tapsal jutalmazta. Persze az is lehet, hogy a szigorú tanár meglepetésében ütötte össze a tenyerét. Dani ugyanis az osztály legvéznább játékosa volt, és így inkább az öltözőben elengedett poénjairól, mint sem a gólpasszairól volt híres. De most ott állt a pálya közepén, és Marci, a cések legjobb focistája, boldogan ugrott a nyakába. Nagyot kortyolt a hűvös vízből. Jól esett. Nem akarok itt lenni, mama. Haza akarok menni. Foci meccsen van. Fordult határozottan Annához. Anna tanácstalanul nézett Tomira, de mire Dani papája szomorúan elhúzta a száját, és alig láthatóan felvonta a vállát. Ő sem tudta, hogy mit mondhatna még. A délelőtt több beszélgetéssel töltötte a család. Danit reggel tetőtől talpig újra kivizsgálták, majd visszavitték a kórterembe. Zsófi, Anna és Tomi addigra ott ültek az apró székeken, mint valami törpefogadó bizottság. Hoztak tiszta pizsamát és friss boccaszörpöt a nagyitól. Daniból azonnal kiszaladt a fáradtság, ahogy meglátta őket, de aztán észrevette a táskát, benne a többváltás pizsamával, fogkefével, törülközővel, és elkeseredett. Nem akart beköltözni a kórterembe, nem akart több vizsgálatot, nem akart beteg lenni, ő haza akart menni, örülni a hamarosan kitörő vakációnak, készülődni a foci táborra, és Mátéval, a legeslegjobb barátjával újra eljátszani élete első gólpasszát. A doktornő azonban kérlelhetetlen volt. Addig nem mehet sehová, amíg pontosan ki nem derül, hogy mitől van rosszul. Anna és Tomi mindent bevetettek, hogy meggyőzzék arról, valójában nem is olyan rossz hely ez a kórház. A kórteremben csak 2 vannak, de a kislány a szomszédágyról hamarosan átköltözik máshová. Övé lesz az egész hófehér birodalom. Aztán játszottak, méghozzá az Amerikából jöttem, mesterségem címerek kezdetűt, amiben a papa olyan viccesen szokott mutogatni. Még Zsófi is kedves volt, súgott Daninak a megfejtésben. Ebéd után egész jókedvűen aludt el. De a délelőtti hangulatból mostanra semmi sem maradt. Jó, hogy mindenki itt van, de ő szívesebben lett volna otthon a gyerekszobában, vagy kint a focipályán, sőt még az iskolában is szívesebben lett volna, mint a kórházban. Na jó, csak akkor, ha épp nagyszület van. Anna leült Dani ágya szélére, és beletúrt a kisfiú sűrű, sötét szőke hajába. Maradnod kell még egy ideig. Addig, amíg az orvosok kiderítik, hogy mi a baj, és hogy tudják meggyógyítani. Dani szemei kis tányérnyira nyíltak, és megállíthatatlanul potyogtak belőlük a könnyek. Miért történik ez velem, mama? Miért velem? Pont a legkisebbel! Addigra Zsófi is bevackolt Anna ölébe, így a mama egyszerre ölelte át mindkettejüket. Tudjátok, pontosan ugyanezt kérdezte Csepp is az anyukájától, amikor belezuhantak az öreg halász csizmájába. Ki az a Csepp? Kérdezte Zsófi és Dani egyszerre. Hát Csepp, az apró vízcsepp a tengerből. De tudjátok mit? Azt hiszem, az lesz a legjobb, ha előről elmesélem az egészet.
Cseppa-tengerben lakott népes családjával, 12 testvére volt, és ő volt közülük a legeslegkisebb, az utolsó csepp, a 13. Egészen a közelmúltig óvodába járt, de szeptember óta ő is iskolás, ahogy a bátyai. Csepp hihetetlenül büszke volt magára, egészen az első tornaóráig, amikor is kiderült, hogy bizony nincs nála kisebb fiú az osztályban, így neki kell a tornasor végére állnia, pont úgy, mint otthon. Csepp onnantól kezdve mindent megtett azért, hogy észrevétesse magát. Az nem lehet, hogy mindig mindenhol én vagyok a legkisebb, gondolta bosszúsan. Na majd megmutatom nekik, hogy kicsi a vízcsepp, de erős. Így aztán Csepp minden tanórán csak úgy ontotta magából a poénokat. Viccelődött, ha kellett, ha nem. Kérdés nélkül mondta a magáét, és minden alkalmat megragadott, hogy henceghessen hőstetteivel, amelyek legtöbbször persze egyáltalán nem úgy történtek, mint ahogy mesélte őket. Noha Csepp mindemellett elég jól tanult, halmatekből pedig egyenesen az osztály legjobbjának bizonyult, márciusra 3 osztályfőnöki figyelmeztetést gyűjtött be, és számtalan büntetést, amit otthon a szobájában volt kénytelen letölteni. Testvéreinek köszönhetően egyetlen iskolai csíntevése sem maradt titokban odahaza. Édesanyja és édesapja többször beszélt a fejével, és Csepp mindannyiszor megígérte, sőt, tiszta szívből meg is fogadta, hogy megjavul. De aztán újra jött a tornaóra, és a többiek megint csak őt csúfolták, és őt küldték be a moszatok közé a vízifoci labdáért. Ahogy otthon is mindig neki kellett bemenni a kanapé mögé a távirányítóért. Egyik nap aztán különös hangra ébredt. Húzd meg! Erezd meg! Húzd meg! Erezd meg! Kiabálta egy mély férfi hang ütemesen. És a feje tetejére állt a világ. Csepp és a bátyai, a mama, a papa, sőt az egész ház felborult, és rázkódni kezdett össze-vissza. Közben éjszakai sötétség borult rájuk, és úgy érezték, elindult alattuk a tenger. Egy öreg halászember csizmájába kerültek. Csepp ilyetten kiabált, mama, papa, mi történik velem, miért pont velem történik mindez? Pont a legkisebbel! De nem érkezett válasz. Csepp és a család bizony elsodródtak egymástól. A halász időközben a partra húzta a csónakot, levette a csizmáját, és a befolyt vizet a csatornába öntötte. Csepp akkor már nem kiabált. Voltak éppen nem is bánta olyan nagyon, hogy ilyen izgalmas kalandban van része, ráadásul neki, egyedül. Juhéj, gondolta magában izgatottan, kalandra fel irány a nagyvilág. Csepp, a tenger legkisebbje, felfedező útra indul. Tágra nyílt szemmel figyelte az eseményeket, és egyáltalán nem érezte magát rosszul. Csak egy kicsit furcsán, mintha egy mind gyorsabban forgó tölcsérbe került volna. Dani ilyetten pillantott föl Annára. Megszerette Cseppet, és nem akarta, hogy baja essék. Mi lesz vele, mama? Mi lesz ezután Cseppel? Hogy hogyan alakul ezután Csepp sorsa, te döntöd el, vagyis az olvasó dönti el, és a 3 kérdés, amelyek közül az olvasóknak választaniuk kell, a következő. Az egyes, hogy Csepp a vízvezeték rendszeren keresztül egy vázában köt ki. A kettes, hogy Csepp először egy pohárba, majd onnan a maradék vízzel együtt a kertbe jut. A 3-as pedig, hogy Csepp meg sem áll az égboltig. És szegény Lac fianinak kell majd a válaszok alapján folytatni a történetet.